Sziasztok srácok, itt vagyunk egy következő videóban, és a mai videóban meccsotok extrázni fogunk ismét. Ugye tegnap megnéztünk egy kezdőcsomagbontást, ma megnézünk egy tripla minifémdoboz, tárnap meg FIFA 365 bingo, de most még foglalkozzunk a minifémdobozokkal a megszokott intro után. Szóval srácok, Matchatox extra minifém doboz. Köszönöm szépen a Collectornak a lehetőséget, hogy megnézhetem ezt a vadi új Matchatox szériát. Magyarországon a Matchatox extra a Collectornál elérhető. Link ott van a leírásban, ha ti is kedvet kaptok egy jó kis szériának az elkezdéséhez. Nézzük is, hogy milyen minifém dobozok vannak. Van Past Legends, tehát a múlt legendái, ugye Present Pro, a jelenkor sztárjai, profiai, illetve Future sztárok, akik még nagy játékosok lesznek, mindegyikhez van külön exkluzív limited, de nézzük is, hogy mit tartalmaz. Egy minifilm dobozban 36 kártya, egy gold limitált kiadású kártya, illetve egy exkluzív evolution limited, ehhez a legendhez van egy KK. És ami fontos rácok, hogy csak a minifém dobozokból lehet bontani ilyen coin kártyát, amit mindig egy rookie játékos kapott, aki éppen debütált a BL-ben, úgyhogy nagyon-nagyon király, ott van a hátulján még a másik három. Én azt mondom, hogy ne húzzuk tovább, egyből bontom is ki. És nézzük meg, hogy mit tartalmaz. Hát, ha lesz benne relikvia, mekkora királyság lenne? Ott lenne a coin darabos? Úgy tűnik, hogy ebben nincsen, de van egy elég nagy előre becsomagolt briket. Na nézzük is akkor az elsőt. Ide feltolom a másik kettőt, ott van a kis legendás minifilm doboz, bontsuk is ki, jöhet természetesen aláírt kártya, Black Cat, számozott, Chromix, bármi, minden jöhet, nézzük is. Itt van egyből a kódos kártya, és ott van a limitált legenda KK, de durván jól néz ki, azt mint az a csillogás, milyen király, már nagyon-nagyon szép. Utána Ultimate Limited Gakpo PSV-ből, szintén gyönyörű csillogással, és nézzük is a sima kártyákat. Van egy Grealish, egy Casemiro, aztán Fofana, itt van még egy Saliba, Thiago Silva, egy Carvalho, aztán Performance Boost, Fekir, van egy Isco, Evan Nilsson, van egy Conte Manager kártya, utána, ha megfordítjuk, van itt egy Hinsapie, aztán egy Goretzka a Bayernből, jó csuklóedzés, most is megvan a Matchatox extrával, Starburst, Anderson, Rafael Leao, Llorente, egy Di Marco, egy Gakpo, ilyen jó kis újságmagazinos címlapos képpel, aztán Henrix, van még Courtois a Real Madridból, utána Squad Update a Salzburgból, érdekes, hogy bekerült a Salzburg, egy Berghuis, aztán Giovanni Reina, itt van egy Ferrati kártya, van még nekünk Ansu Fati, egy Sesko, Taylor, és jönnek is a csillogósok, úgyhogy ennyi alapkártya volt, rettentően nagy boost ez az albumnak, az már biztos, hogy ez ilyen minifilmdobozok mindig nagyon jók. Van itt egy squad update, a 12-es, aztán Hattrick Hero Haaland, nagyon király. Van még egy squad update, itt jön egy Emerald Diaby, nagyon-nagyon szép, alatta meg ott van a Black Edge. Itt egy Black Edge Di Maria, poén, hogy a kezdőt, nem a kezdő csomagból, hanem még nem látátok, megy majd ki egy videó, annyi telek, ott is van egy Black Edge Di Maria. Nagyon király. Itt van az első Black Edge, ami rendes videóból bontunk. Kíváncsi vagyok, hogy a másik három mini fémdobozban is lesz-e esetleg Black Edge kártya. Gyorsan fentebb tolom, minden azért látszódjon. Van még Mega Value, Correa, aztán Ruben Dias, illetve egy Dembélé, aztán egy jó Crystal Parallel, a Fiorentinából, illetve egy Heritage Trent, Alexander Arnold. Nagyon-nagyon király kártyák jöttek, ezt az Emeraldot teszem most előre. Teljesen meg vagyok elégedve ezzel a minifém dobozzal. Bontsuk is a másodikat, a Present Pro-t, közben itt elsodrom a kártyákat is. Reméljük, hogy ebből is jönnek legalább ilyen jó lapok. Nézzük is az elsőt. Mármint a második fémdobozt, és akkor itt a második csomagot. És az első kártyát majd erre akartam kitérni. Na, nem akar lejönni a teteje. Lehet, hogy van benne valami durvaság? Nagy védelem van hozzá. Össze is tesszük. Szépen ide megy középre. És bontsuk is ki ugyanúgy a nagy brikettet. Aláírt kártyát, mekkora durva lenne nyitni. Te jó ég. Na nézzük. Na jó.
most nézzük meg egyből a Black Cage kártyát. Mi történik? A második fémdoboz is bead egy Black Cage-et. Sterling a Chelsea-ből. Most fémdobozonként lesz itt egy Black Cage, vagy hogy van ez? Váó. Ott van még egy ilyen... Úristen! Alapból csillogós, de még meg van csinálva ilyen emeráldnak. Jézusom, de jól néz ki. Na jó, kezdjük előről. Ki tudja még mi jön itt. Kevin De Bruyne. Limited kártya, aztán alatt van itt egy Rafinha a Barszából. Szépen a limitáltakat ide helyezzük. Milyen csillogás van a De Bruyne lapon? Azt a mindenit. Van még egy Saka, aztán Potter menedzser, Klopp menedzser, illetve Moyes. Milyen angol menedzser felhozatal, mint hogy Chelsea, Liverpool, West Ham. Aztán Cancelo, hát ugye még City, de tudjuk, hogy már a Bayernben van. Tehát ilyenek előfordulnak, hogy a igazolások nem jók, hiszen láttuk is a kezdőcsomag alján, ott volt, hogy novemberben már lezárták a szériát. Jó, van még Morata, Barisic, illetve Guardiol, de jó lenne Szoboszlai kártyát is kinyitni. Rüdiger, egy Ben Nasser, Dumfries után Teze, van még itt egy Salzburgos fiatalember, aztán Berghuis, Reina, van egy Ferratink, és azért jönnek duplák rendesen. Fati ugyanúgy benne volt, meg Sesko, ugyanazok a kártyák jönnek, vagy most mi történik? De ennyi volt itt a sima kártya része. Ide félretesszük, és jönnek a csillogósok. Squad Zone, aztán van itt egy Sangre, utána egy Rafa Silva, itt van ez a szép Emerald Parallel Hattrick Hero Immobile, van még Mega Value Rüdiger, egy Volland, aztán egy Chiesa, Crystal Parallel Skriniar, illetve Heritage, ami sajnos már sarkas gyárilag, Hölvjerg a Tottenhamből. Nagyon-nagyon király a minifémdoboz, úristen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a harmadikból mi fog jönni. Egyből bontom is. Hát, ha itt is jön egy Black Cage. Ennek sem jön le egy könnyen a teteje. Akkor biztos ebben is van valami durva dolog. Kiszedjük a brikettet. Hát nem nyitottunk coin kártyát, de hát ez egyáltalán nem baj. Ez egyáltalán nem baj, ezt áthelyezem ide. Jó, bontsuk ki ezt is. Remélem, igyekszem nem lelőni! Hát de hogy higgyek, ezek nem lelőni, amikor itt van egy Messi Chrome X kártya? Hát de durván jól néz ki, úristen! Azt a mindenit, milyen szép a dizájn! Te jó ég! Te jó ég, nem számozott alap, de akkor is egy Pro Elite X kártya. Jézusom! Fú! Nagyon-nagyon durvák a minifiendozók, csak ajánlani tudom mindenkinek. Van itt egy Musiala Future Star Limited, aztán itt van még egy Adeyemi Ultimate Gold kártya, és jönnek is az alapkártyák Firminóval, aztán van itt egy Scamacca, Guardiola, Ten Hag Manager, van még itt egy Ramsdale, aztán Mount, egy Evan Nilsson, Conte, van nekünk még egy Hinsapiénk, aztán Goretzka, egy Edwards, McGregor, Mourinho, ugye Róma menedzsere. Van itt még egy Performance Boost Courtois, egy Tavernier, egy Headline Hero kártya, még egy Pioli a Milánból, Barella, illetve Simeone, és Bellingham, meg Pogba, Starburst kártyája, egy Mukiele, Lo Celso, Dembélé, illetve Okafor, és jönnek is már a csillogósok, nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy mi lesz, esetleg megint bead egy Black Cage-et. Van itt egy Lukaku Hattrick Hero, aztán egy Tchouameni, van még egy Romero, itt egy jó kis Emerald, mindegyik fémdobozban volt Emerald, Squadzon, és illik is ez a zöld a Celtic színéhez, nagyon durván jól néz ki. Ramos Mega Value, Müller Mega Value, Kulusevski, még egy Parallel Ancelotti Manager kártya, illetve De Paul Heritage Man of the Match. Te jó Isten, mi volt ez a bontás, srácok? Jézusom, nagyon-nagyon meg vagyok elégedve a minifilmdobozokkal, a design elképesztő mindegyik kártyánál. Black Cage, Chrome X, minden jött, ami kell. Srácok, én köszönöm nektek a figyelmet, hogy megnéztétek ezt a videót. Link ott van a leírásban, a kedvet kaptatok ilyen jó kis minifilmdoboz bontani. Ja, srácok, köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek meg. Találkozunk holnap egy következő videóban, addig is legyetek jó, sziasztok!